40 évvel ezelőtt 4 karót szúrtak le ezen a területen, így jelölték ki az akkori madárvárta helyét, idézte fel a kezdeteket Nagy Sándor. Mára azonban társalgó, vendégház, oktatóterem, kert, múzeum és vizes blokkok alkotják a madárvártát, amely táboroknak, erdeiskolának, valamint témanapoknak is otthont ad. A naturparki képzésben résztvevő dombovári óvodapedagógusok látogatásuk során megismerkedtek a tábor történetével, a programkínálattal és a Kondavölgy élővilágával is, amely sokszínűségével, gazdagságával igen magas eszmei értékkel bír, hangsúlyozta Nagy Sándor. Ez az élőhely, amely egy nagyon szűk folyosó a területen, mindenütt művelt területek vannak, ez egy ökológiai folyosó, amely egészen Koppány Szántótól tart a Kaposnak a völgyéig. Ez közel 20 kilométer, és 27 tó van benne. Ebben van nagyon nagy halastó is, mint a északabeső területeken, van 2 horgásztó a helyi horgászoké, és vannak víztározók is. Ez azt jelenti, hogy az összes terület, ami itt van, ez egy élőhely, olyan élőhely, ahol madarak költenek, illetve az állatok is szaporodhatnak, táplálkozhatnak, jó búvóhely. Az óvónők megtekintették a múzeumot is, amelynek korábban a művelődési házadott otthont. A gyűjteményeket június elején bocsátják közlemlére, a madárvártában működő táborok 35. évfordulója alkalmából. A Dél-Dunántúlon a Kaposvári Múzeumot kivéve sehol nincs akkora gyűjtemény, mint ami itt van. 170 madárfaj van a kiállítás, egy része múmia, egyrészt pedig preparátum formájában, de vannak emlősök is. Ezen kívül van fészekgyűjtemény, egy kis tojásgyűjtemény, van egy rovargyűjtemény, lepkegyűjtemény. Nagy Sándor hangsúlyozta. Fontos lenne már az óvodáskorban elkezdeni a természet szeretetére való nevelést, és az élővilág megismerését szolgáló programokat évente több alkalommal is beleilleszteni a tanrendbe. Ezek a gyerekek biztos, hogy semmiféle élőlényt nem bántanak, egy rovarra nem lépnek rá, nem emelnek puskát, ha valami szépet látnak, más a lelkük. A programon az óvónők a különböző méretű odukkal ismerkedtek meg, és a madárgyűrűzést is megfigyelhették, illetve kipróbálhatták. Házi rozsdafarkúnak hívják, azért, mert a farkolai közül a szélső 4-4 az rozsdavörös. Madarak mindig a bal lábukra kapják a gyűrűt. Most, hogyha az úgy folyik, hogy napközben gyerekekkel programként, akkor a gyűrűzési bemutató a gyűrűzés történetével együtt az egy délelőtt. Tehát nem így most 10 perc. A kiválasztott madár a házi rozsdafarkú volt. Megmérték szárnyainak hosszúságát, és megtanulták, hogyan kell felmérni az izomzatukat. A madárgyűrűzés világszinten 100 éves hagyománnyal bír. Magyarországon a világon 3. kezdték el alkalmazni ezt a módszert, amely azóta is fontos eszköze a madártani kutatásoknak.